Rendhagyó módon kezdődött a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Márton napi ünnepsége. Az intézmény új közösségi tere a díszudvar teljesen megtelt diákokkal, pedagógusokkal, szülőkkel. Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő szerint több mint egy évtizedes hagyománya van ennek a rendezvénynek. A gyerekek ezt a programokat nagyon szeretik, mert már több mint 10 éve csináljuk ezt a szép hagyománnyal rendelkező iskolai programunkat. A német nemzetiségisek csinálják leginkább a műsort, hiszen ez egy német hagyományhoz köthető ünnepünk, de most már az iskolát is bevonjuk, hiszen ez az egyházi mi volthoz is nagyon jó passzol, hiszen az adományozás Mártonnak ez a köpenyét, ugye a megosztás a másokkal, ezt a szellemiséget szeretnénk a gyerekeknek továbbadni. Azért is próbáltuk az iskolát így kialakítani, hogy az ilyen típusú rendezvények is méltó helyet kapjanak, és igen, az iskolai, illetve amikor a szülőket várjuk, vagy a város egyéb rendezvényeit is itt szeretnénk megtartani, akkor ilyen helyen tudjuk ezt ünnepelni. Az egyháznak, a Kolping szervezete is nagy segítségünkre van, hiszen ezután az iskolai program után elvonulunk a templomba, ott is lesz egy kis műsor, és amikor visszajövünk, az ő segítségük által fogják megvendégelni a gyerekeinket, egy kis zsíros kenyérpartival, illetve egy kis meleg tejával. Ismeretlen címzetnek lesz majd oka panaszra, meglátod, hogy valamennyi visszaküldi tavaszra. A színpad megtelt fellépőkkel. A diákok versekkel, német nyelvű énekekkel készültek a közönségnek. A rövid műsort követően jött el a legjobban várt pillanat. Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő, Seffer Attila iskola lelkész és Gyirán Péter káplán vezetésével sétát tettek a környező utcákban. Folyamatosan sötétedett, ám a kis lámpások mutatták az utat az alsóvárosi katolikus templom felé. A menetben több százan voltak. Az ünneplők teljesen megtöltötték a templomot, ahol közös énekléssel is megemlékeztek Szent Márton püspökről.